A magyar vállalkozások és termelők támogatásában látja az infláció letörésének eszközét ami hazánk mozgalom, amely a Magyarországon épülő akkumulátorgyárak miatt a dolgozók egészségét és munkahelyét is aggódik. Mennégem Novák előd, a mi hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan kellene ön szerint támogatni még jobban a hazai KKV szektort? A kormány nagyon sok eszközt próbál és igyekszik megvalósítani. Önök hiányolnak valamit? Hát először is a nyugodt erőt, a gazdasági szabályozási stabilitást hiányoljuk, hiszen az, hogy egyik napról a másikra jelentik be lényegében a csok megszüntetését és különböző családpolitikai megszorításokat, miközben már lezajlott a jövőévi költségvetésnek a vitája is, és szó sem volt például ezekről, sőt nem, hogy a jövőévi költségvetést érintő súlyos módosításokat jelentett be most a kormány a megszorítások részeként, de még ráadásul augusztustól gyakorlatilag az ást stopnak is véget vetnek, amire eddig felesküdött a kormány. Tehát azt látom, hogy egy csapongás van gazdaságpolitikailag. Talán ami biztos, az kizárólag a multinacionális cégek kormányokon átívelő biztos támogatása. Tehát, hogyha például azokat a munkahelyteremtő támogatásokat megkapnák a hazai kis- és középvállalkozások, amelyek összesen lehet hasonlítani, hogy mennyivel nehezebb helyzetben vannak a multinacionális cégekhez képest, mondjuk munkahelyre vetítve, akkor azt gondolom, hogy megerősíthetnénk a tisztességesen megfizetett és a hazai munkahelyek döntő részét biztosító vállalkozás. És mondjuk az energiaárplafon bevezetése az mennyire jelent segítséget például a KKV-knak, vagy a kedvezményes hitelek fenntartása, ugye a, fal, a csok nem szűnik meg, hanem ugye a falusi csok kap több támogatást, tehát azért megmarad a, a Babaváró hitel is megmarad, tehát olyan sok mindent nem szüntet meg, ugye a, a mi hazánk szerint ezeket eltörli a kormány most eltörli, hát, vagy azért életben tartja? Van, ami megmarad, nyilvánvalóan itt mindig vannak kommunikációs trükkök is, viszont a csok, ami egy nagy vívmánya volt ennek a kormányzatnak, az nagyon fáj, hogy egyik pillanatról a másikra igenis megszűnik az 5000 fő feletti települések esetében, tehát lényegében csak a falusi csok marad meg, kicsit leegyszerűsítve, tehát az emberek többsége nem fog hozzáférni, ha csak nem költözik 5000 főnél kisebb településre, és nem ott vállal családot. Én azt gondolom, hogy helyes a kormányzatnak az az a szándéka, hogy különbséget tesz a 30 év alatti nők gyermekvállalásának támogatása tekintetében. 13 éve már ezt megtehették volna egyébként. Nagyon régóta mondjuk mi a mi hazánk mozgalommal is, hogy ahhoz, hogy nagy család legyen, nem lehet 30 év fölött elkezdeni a családtámogatásokat, hanem kifejezetten nagy összegű támogatással motiválni kell, főleg mondjuk a 20 és 30 év közöttieket. Tehát mi egyébként kizárnánk mondjuk azokat is, akik már mondjuk 10 évesen ugye a cigányság körében sajnos a megélhetési gyermekvállalás, a felelőtlen gyermekvállalás dívik, és azokat is azt gondolom, ki kellene zárni az olyan családtámogatási formákból, akik túl hamar, de Való igaz, hogy van ö, jogos szempont amellett, mellett, hogy a 30 év alattiakat jobban támogassa a kormány. Na de nem mindegy az, hogy elvesszük az eddig ö, megadott családtámogatásokat, az vagy az jobban éves támogatjuk. Türelmi idő. Hát de utána ez kifut gyakorlatilag, és ö, sokkal fontosabb volna, hogyha nem elvennének, ha megszorítanának, mert sajnos hiába állítja azt a kormány, hogy a jövő évi költségvetés a családok megvédésének a költségvetése is lesz, hiszen például a 2023. évi keretösszegnél a jövő évi 50 milliárd forint. A kevesebb családpolitikai támogatást tartalmaz, ezt nem vitatja maga a kormány sem. Ráadásul ez még annyit sem ér, hiszen az Európai Unión belüli, sőt egész Európán belüli rekordernek minősülő inflációs útja. Tehát, hogyha, ha csak hagynák elinflálni ezeket a családtámogatásokat, akkor még az kompromisszumként azt mondom, hogy nem egy követendő dolog, de abban még talán ki lehetne egyezni. De az, hogy nyíltan Csökkentik a családtámogatások értékét nyílt a megszüntetik, ugye a nagycsaládosok gépkocsi szerzési támogatását is említhetnénk. Tehát sorra látunk kivezetve olyan vívmányokat, amik Novák Katalin idejében működhettek ma már. Nem, hogy családügyi minisztérium sincs, azt se tudják megmondani az emberek, hogy ki a családügyi államtitkár, melyik minisztériumhoz tartozik. És hogy melyik minisztériumhoz tartozik, innovációs minisztériumhoz, szóval ez egy fájó dolog, hogy teljesen háttérbe szorították. És már gyanús volt számomra az, hogy a bérlakás, építési program megkérdetése helyett, amivel nagyon késik a kormány, amivel lehetne kezdeni támogatni a család alapításokat. Ennek a késedelme mellett egyáltalán a lakás támogatások előirányzatát is felére csökkentette a kormányzat, tehát 383 milliárd forintról 181 milliárd forintra. Már ez gyanús volt, és ez mutatja, hogy ennyire keveset szeretnének kifizetni jövőre családtámogatásokra, ezen szeretnének spórolni, tehát a lakástámogatásokra konkrétan, de való igaz, hogy máshol is látunk megszorításokat, inkább bővíteni kellene, ahogy egyébként Matolcsi György jegybankernök is egy parlamenti vitánkban, vagy hát mondhatnám, hogy egyetértésünkben, furcsa módon a jegybankernök úrral egyetértésem volt a tekintetben, hogy sajnos a kormányzat hagyta elinflálódni a családtámogatásokat. Tehát például a három gyermek után járó 99 ezer forintos adókedvezmény, családi kedvezmény, az már fele annyit sem ér, mint bevezetése óta ért, ez KSH kimutatás. Mikor a Magyar Nemzeti Bank elnöke felelős mondjuk az infláció kezeléséért, tehát ott azért azt lehetett látni, hogy nagyon komoly vita volt a kormány, a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium és az MNB között. Itt az infláció megítélésénél Gulyás Gére is azt mondta, hogy, hát, hogy a kormány is volt, amikor hibázott az infláció megítélésében, és az MNB is. Ez lehet, de én nem felelősöket szeretnék keresni, hanem megoldásokat. És, és azt mi látjuk, lenne a megoldás? hogy az Európai Unión belül még mindig 20 feletti összeggel, tulajdonképpen sereghajtó, legmagasabb inflációval éló, vagy így is mondhatnánk az infláció tekintetében Magyarország. Ugye a következő Észtország követ minket olyan 13% körül inflációval. Tehát, hogyha még igaz is az a kormányzati propaganda, hogy év végére egy számjegyű lesz, az összességében éves szinte még mindig 15-20% közötti inflációt jelent egész évre. Tehát, hogy a jövő évi ígéreteket ilyen értem egyébként is nehéz elhinni, amikor már holnapra változnak meg támogatások és meg. Azt gondolom, hogy szükség volna bevételszerzésként vagyonadót kivetni az oligarchákra, a multinacionális szégekre, a kaszinókra, tehát sorolhatnánk azokat az eddigi Az extra profitadók azért megmaradnak, és, és hát, hogy még ez a jó megtakarításokat is megadóztatják. Extra támogatások, extra, extra, támogatások megmaradnak, a megtakarítások megadóztatása meg megint azt mutatja, hogy nagyon, baj, nagyon nagy bajban van az államkassa, nagyon nagy pénzhiánya a küzd, és ezért próbál ilyen értelemben szerintem elsődlegesen bevételre az állampapírok folytán lakossági bevételhez jutni, lakossági pénzekhez jutni a magyar költségvetés. Egy kicsit már, már azt is kimondhatnánk, hogy államcsőd van, hiszen mit tekintünk államcsődnek? Majd ha, már a, ha még a nyugdíjak 10%-át ki tudják fizetni, akkor azt még mindig nem tekintjük államcsődnek. Én azt gondolom, hogy az egészségügy már régóta mutatja, hogy tulajdonképpen nem látja el az állam a feladatát. A várólisták sem mást szolgálnak, hogy megspórolja a költségvetésnek azokat a kiadásokat, amit akár emberek halála folytán, vagy hogy a magánegészség ügybe teredik, megspórolhat a költségvetés. Ez nagyon gyalázatos, és éppen ezért szembe kellene nézni azzal, hogy honnan tudunk forrásokat teremteni. És az előbb említettek túl azért hadd mondjam el, hogy egy költségvetési módosító javaslatunk arra vonatkozóan is van, hogy az Európai Uniónak befizetendő 700 milliárd forintot tagadjuk meg, ne fizessük ezt be, addig, amíg a Magyarországnak jogosan elvileg járó forrásokat sem adja meg az Európai Unió. Tehát itt az ideje, hogyha kell, ne csak óriás plakátokon, hanem költségvetési címsorban is adat üzenjünk az Európai Uniónak, hiszen ha jogtalanul visszatartják azokat a forrásokat, amik minket illetnek, akkor nekünk sem kellene befizetni addig az Európai Uniónak például ezt a 700 milliárd forintot. Költsük inkább például a pedagógusok béremelését. béremelését. Igen, ami egyébként az uniós forrásokhoz is köthető lenne. Nem marad sok időnk, a Pride hónapról szeretném kikérni a véleményét. Ez egy éles váltás ugyan a témákban, de látom, hogy itt ingatja a fejét. Miért? Hát mert egy kicsit fájó számomra, hogy hát nem is azt, hogy mondjuk Karácsony Gergely ismét kitűzte a szivárványos zászlót, hanem az, hogy ezt meg. Le fogja megint szedni majd? Hát mindent megtettem annak érdekében, most már országgyűlési képviselőként indítványt is nyújtottam be arra, hogy közintézményekre ne lehessen kitűzni a zászlót. Sajnos ezt leszavazta a Fideszes többség is tavaly, pedig azt gondolom, hogy ezt jogszabály erejével kellene megtiltani, hiszen nincs hova hátrányunk. Ha engedjük kitűzni közintézményekre, önkormányzatok épületére, a következő az lesz, hogy iskolák vagy akár óvodák épületére is kitűzik. Nem ötleteket akarok adni, hiszen eddig is láttuk, hogy nagyon kreatívak, ami az LMBTQP mozgalmat illeti, hiszen én már azt gondolom, hogy a pedofiliát is sajnos ide kell soroljuk a követeléseik közé. Ezeknek a devianciáknak gátat kell szabni, és mi a gyurcsányék támogató és az Orbán kormány tűrő politikája helyett a tiltást szorgalmazzuk, mind az ászlókitűzés, de akár a homoszexuális propaganda felvonulásra is, hogyha gondolunk. Tehát ezeknek a Tövő, a Pride felvonulást is betiltanák, ne, nem engednék azért. őket sehová. Ez egyszerű. Ez ilyen egyszerű. Azt nem mondom, hogy sehová, hiszen a négy fal között azt gondolom, hogy ha toleránsak vagyunk, akkor azt meg lehet mondani, hogy ott az legyen az ő magánügyük, hogy mi folyik. De az, hogy az Andrási úton grasszáljanak, azt évek óta nem véletlenül próbálta megakadályozni, és sikere meg is akadályozta a mi hazánk mozgalom, hiszen lefoglaltuk. Egyébként idén is egy adott pillanatban a lehetséges első másodpercben egyaránt benyújtottuk a kérelmünket az Andrási útra is. Megint abszurd, hogy a kormányzat, a rendőrség, a belügyminisztérium kizárólag az LMBTQP felvonulást engedélyez a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetését betiltotta, holott rivális versengő rendezvényként egy azon másodpercben benyújtva, se nem hosszába, se nem keresztbe osztotta meg az András utat, hanem odaadta ezeknek a deviánsoknak. Tehát én úgy érzem, hogy sajnos a kormányzat tűrő már már támogató politikáján változtatni kell. És ez a Mi Hazánk Mozgalomnak is egy küldetése, hogy kimondjuk és megmutassuk, hogy eddig és ne tovább. Beszélgetni fog még erről, mert ebben a témában még nagyon sok kérdésem van. Novák előtt, köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Én köszönöm.